Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Nyomravezetői díj 300 ezer forintot fizet a rendőrség annak, aki segít megtalálni a cserben hagyó sofőrt. Mindenük elégett, két gyermeket nevelő rokkant pár lett földön futó egy háztűz miatt. Avatás, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal is megújult Mőcsényben. Internetes zaklatás nagyobb hatása van, mint a bántalmazás más formájának. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 300 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a rendőrség annak, aki segít megtalálni egy sofőrt, aki áthajtott egy úton fekvő nőn, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Az áldozat a helyszínen meghalt. Rendőrök jegyzetelnek a letakart holttest mellett, a hatóság munkatársa készítette a felvételeket, az áldozat egy 60 év körüli nő volt, még december elején hajtott át a testén egy sofőr, hogy miért feküdt az aszfalton nem lehet tudni. Az úttesten fekvő személy a helyszínen életét vesztette, a járművezető pedig adatai hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről. A rendőrség kéri mindazoknak a jelentkezését, akik a baleset körülményeivel kapcsolatban bármit tudnak, bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek a Paksi rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél, vagy pedig hívják a telefontanú vonalát, illetve a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámuk valamelyikét. Annak, aki segít megtalálni a nőn áthajtó sofőrt, több 100 000 forintos jutalom üti a markát. Mindazok a személyek, akiknek a segítségével sikerül a bűncselekmény elkövetőjének a nyomára bukkanni, az 300 ezer forint összegű díjkitűzésben fog részesülni. A nyomravezetők tehát személyesen a rendőrségen vagy telefonon is jelentkezhetnek, ha érdemi információjuk van a cserben hagyó kilétéről. Mostantól akár elektronikus személyével is ki lehet váltani a patikákban a gyógyszereket. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ingyen juttatott el több mint 82 ezer kártyaolvasót a gyógyszertárakba, így a szolgáltatás az egész ország területén igényelhető lesz. Fontos viszont megjegyezni, hogy az elektronikus személyigazolvánnyal csak akkor lehet gyógyszert kiváltani, ha azt a jogosult maga teszi meg. Amennyiben felhatalmazott megy a patikába, ez csak a korábbi vényre hasonlító felirási igazolással teheti meg. Kiégett egy melléképület Szekszárdon, amiben két 4 éves kisgyerek és az őket nevelő rokkant szüleik, valamint egy másik pár lakott. Mindenük oda lett, még az élelmiszerek is a tűz martalékává váltak. Most azt mondják, bármilyen felajánlás hatalmas segítség lenne nekik, mert még enni sem tudnak. A tüzet elektromos zárlat okozta. Fölnéztem, és láttam, hogy innen már csapott ki a láng a tetőből. Vasárnap éjjel csaptak fel a lángok a Szekszárdi Sárköz utcában található melléképületben. Az ingatlanban lakó egyik pár még ébren volt, de a két 4 éves kisgyerekük már aludt. Őket mentették ki először, majd megpróbálták a bútorokat és az értéktárgyaikat is az utcára vinni, de esélyük sem volt, a lángok túl gyorsan terjedtek. Még a kajánk is elégett, a ruhánk, mindenünk. Még a kajánk is elégett, ami volt a kajánk, mindenünk elégett. A ruhánk is elégett, semmi ruhánk nincs. Semmi nincs. Mindenük, még az élelmiszereik is bent égtek. Most semmiük nincs, ezért szeretnék, ha jó szándékú emberek segítenének nekik. Bármilyen használati tárgynak örülnének. A gondjukat pedig csak tovább tetőzi, hogy mindketten le vannak százalékolva, így dolgozni sem tudnak. Nekem a lábam nagyon oda van, úgyhogy mopeddal járok mindenhova. Én nem is dolgozhatok. 10 kilónál többet nem emelhetek. A térdem véget. Én azért vagyok leszázalékolva, ő meg szellemi fogyatékos. A melléképület másik részében lakó házaspárnak is pillanatok alatt égett ki a szobája. Látszik a felvételeken, hogy a tetőgerendák is teljesen elszelesedtek. Az egyik épp akkor szakadt le, amikor nekünk nyilatkoztak. Szeretnénk új épületet. Nem sok kellene hozzá. Vagy egy lakókocsit esetleg, ami 110 ezer forintba kerülne. Na, megint borul. Az ingatlanban élő család és a házaspár tagjai is abban bíznak, hogy a történetüket látva lesznek, akik bármilyen módon segítenek nekik, hogy új életet tudjanak kezdeni, miután mindenük elégett. Vasárnap évfélig lehet regisztrálni az idei Teszed szemétszedő akcióra az interneten keresztül. Az Információs és Technológiai Minisztérium tájékoztatója szerint a március 18-tól 24-ig tartó esemény 8 év alatt Magyarország
legnagyobb önkéntes mozgalmává vált, amihez rendszeresen csatlakoznak Tolna megyei települések is. A szaktárca azért áll az egyébként civil kezdeményezés mögé, mert mint írják, ezzel is segíteni akarják az illegális szemétlerakók felszámolását. 2020-ra mind az ország, mind Tolna megye képes lesz lehívni 100%-ban a területfejlesztésre szánt európai forrásokat, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Műcsényben, ahol megújult a település orvosi rendelője és a polgármesteri hivatala is. A beruházás 43,5 millió forintba került. A Műcsényi polgármesteri hivatal az 1970-es években épült. Az idők alatt semmiféle felújítást nem végeztek, így a rekonstrukció nagyon ráfért az épületre. Műcsényben egyházban működik az orvosi rendelő és a hivatal, így a mostani felújítással két legyet ütöttek egy csapásra. Krahun Elemér polgármester azt mondta, ez volt az első, hogy a település területfejlesztési operatív programból forrást nyert. A pályázatunk által 43,5 millió forintot kaptunk, amit rá is költöttünk az épületünk, erre az épületre. Teljes mértékben nyilázáró cserék, szigetelés kívül, mint egy 15 centis szigetelés van, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, tehát teljesen felújított épület, padlózatcsere, bútorcsere. Az átadó ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki kiemelte, Tolna megye 2020-ra 100%-ban lehívhatja a fejlesztési keretet a területfejlesztési programból. A körzetre több mint 8,5 milliárd forint pályázati forrás jutott csak a TOB-ból. Ez azt jelenti, hogy 33 önkormányzat település 66 projektje valósult meg. A körzetben megvalósuló pályázatokból javarészt egészségügyi és oktatási intézmények, valamint polgármesteri hivatalok korszerűsödtek. Elfogadta idei költségvetését Kismányok képviselőtestülete. Simon László polgármester azt nyilatkozta, megfontolt gazdálkodást akarnak folytatni az évben, mert arra számítanak, hogy az idei esztendőben megjelenő pályázati lehetőségek elnyeréséhez szükség lesz mozdítható forrásokra. Nem véletlenül van így 5 millió forintunk a tartalékba. Mert e pillanatban még nem tudni, milyen kondíciók között, milyen pályázati lehetőségek nyílnak meg a település előtt, mondta Simon László. Kismányok polgármestere úgy látja, a tavalyihoz hasonló megfontolt gazdálkodással eredményes évet zárhatnak majd. Tavalyról több mint 6 millió forintot tudott áthozni idénre a gazdálkodás. Az elmúlt évben közel 64 millió forintos költségvetésünk volt. Ez annak tudható be, hogy hát több pályázatunk is nyertesként ugye lett kihirdetve, illetve a pénz már átutalásra is került. Ebben az évben, 2019-es évben 26 millió forinttal gazdálkodhat Kismányok község önkormányzata. Ehhez hozzájárulnak a saját bevételek, mint egy 7 millió forinttal. Az elmúlt évi nyilvánvaló, hogy ez a 6 millió forintos pénzmaradványunk, és hát azt örömmel konstatálta a képviselőtestület, hogy közel 5 millió forintot sikerült a tartalék alakba helyeznünk. Nyilvánvaló, arra várunk, hogy ebben a 2019-es évben a falu program keretében milyen pályázatokhoz tudunk csatlakozni. A kismányokiak terve, hogy a belterületi utak további felújítása mellett egy autóbuszt is beszereznek, amivel az óvodás gyerekeket szállíthatják a nagymányoki óvodába. Egyre több időt töltenek az emberek az internet előtt, és ez a családi kapcsolatokra is rányomja bélyegét. Az esetleges zaklatások ellen a gyerekek védtelenek, és az érintettekben mélyebb nyomot hagynak, mint a bántalmazás bármely más formája. Csendelésen keresztül mondjuk a másik fél egy fiú, aki tetszik neki, mondjuk ilyet kér tőle, hogy fotózza le magát mesztelenül és küldje el. Napi szinten előforduló probléma az, és rendszerint az érintett gyerekek nem tudják kivel megbeszélni, mi is a teendő ebben a helyzetben. A pszichológus azt mondja, sokszor már csak akkor találkoznak a zaklatástól megzavarodott gyerekekkel, amikor már nagy a baj. A szakértő véleménye szerint nagyon fontos lenne, hogy a szülők tisztában legyenek a gyerekek internet használati szokásaival. Szerintem ezért fontos, hogy a szülő ne utasítsa el teljesen a net használatot, nyilván korlátozza, szabályozza, de próbálja megérteni, hogy mit neteznek, hogyan neteznek a gyerekek, hogy tudja segíteni ebben, és tudja megvédeni akár, meg hogy vannak olyan szervezetek, akikhez mondjuk egy internetes bántalmazással fordulhatnak. A netes bántalmazás azonban már nem csak a gyerekeket veszélyezteti, egyre többször kell szembenézni a felnőtteknek is hasonló jelenséggel. A szakma véleménye az, hogy az internetes bántalmazás
komoly nyomot hagy a gyermekek lelkében? Nagyobb nyomot hagy a gyerekekben, mint mondjuk egy verbális vagy egy fizikai bántalmazás, mivel az nyomot hagy a világban, és hogyha nem ő kezdeményezi ezt a bántalmazást, hanem ő az áldozat, akkor ő ezt nem tudja letörölni. Csak bizonyos, akár egy közösségi médiás szervezethez tud fordulni, hogy szedjék le a bántalmazó üzeneteket, képeket, tartalmakat. Tehát azért nagyon veszélyes az internetes bántalmazás, mert ez bárki számára látható, és egy nyilvános térben zajlik. A pszichológus azt mondja, az internet használat egyre távolabb tolja egymástól a családok tagjait. Ám kellő odafigyeléssel kezelhető lehetne az esetleges bántalmazás a kis közösségeken belül is, ami újra közelebb hozhatja a generációkat egymáshoz. Már hagyomány, hogy a tél vége tavasz közelette felé haladva borversenyt tartanak Gerjenben. Idén is megválasztották a település borát. Gerjen polgármestere szerint a borverseny kettő szerepet tölt be a falu életében. A gasztronómiai értékek népszerűsítése mellett az is fontos, hogy a helyi közösségek évről évre újra és újra összetudnak ezáltal kovácsolódni. Sokszor kellett ezt a mozdulatot megismételni a zsűrinek az idei gerjeni borversenyen. Vörös, fehér és rozé mintákat is bőven kapott a zsűri. 26. alkalommal rendezték meg a településen a helyi gazdák éves versenyét. A zsűri elnöke azt mondta, 2019-ben kifejezetten nehéz dolguk volt, mert ritka, hogy egy kis településen ilyen sok arany, ezüst és bronzérmet is ki tudnak osztani. Itt nagyon sok szép borral találkoztunk, és köszönet a gazdáknak, mert ugyan a borversenyt azt több dolog minősít és jelenti a színvonalat, ugye elsősorban van. Aztán a bírálat színvonala és hát a rendezés. Itt a rendezés is nagyon jó volt. A gazda, akinek a leadott mintáját végül idén Gerjen község borának választották, arról beszélt, hogy hatalmas megtiszteltetés neki, hogy a zsűri elismerte az évtizedeken keresztül végzett munkáját. Mi nem csak hobbinak, hanem az életemnek tekintjük. Tehát én azt úgy fogalmazom meg, hogy az én életem hobbim, vagy hobbim az életem. Tehát innen is igaz, onnan is igaz. Hát ha én megtalálom az örömemet, a munka örömét abból, hogy állítok elő, mert az emeli az én szemembe az ázsulóját, hogy másnak is ízlik. Gerjen polgármestere a borversenyről azt mondta, hogy az nem csak a helyi borászoknak fontos, hanem a település önkormányzatának is, hiszen azt mutatja, hogy a faluban jól működő civil közösségek vannak. Egy kis közösség számára nagyon fontos az, hogyha egy rendezvényt 26. alkalommal tudunk megrendezni. Ez azt gondolom, hogy a közösségnek az erejét is jelzi, hiszen egy nagyon nagy civil összefogás van mögötte. Minden évben körülbelül hasonló létszámban vesznek részt, és mirettetik meg magukat a borosgazdák. Nagyon jó hangulatú rendezvényt tudhatunk magunkénak. Én azt gondolom, hogy kifejezetten fontos ez a közösség életében. A borverseny eredmény hirdetése után a nevezők és a zsűri tagjai egy finom pörkölt mellett beszélték át az este tanulságait. Nem sikerült történelmet írni a paksi labdarúgóknak, kiesett a Magyar Kupából a Paksi FC, miután a nyolcaddöntő visszavágóján 3-1-re kikapott a Puskás Akadémiától a Fehérvári úti stadionban. Hiába nyertek 2-1-re felcsúton a paksiak, 4-3-as összesítéssel a Puskás Akadémia jutott tovább a Magyar Kupában a legjobb 8 közé. Nem tudom, minek tudható ez be, hogy ilyen álmosan kezdtük ezt a meccset, amikor csak erről beszéltünk, hogy pörgessük föl magunkat, nem számít, hogyha vezetünk, 0-0-ról indul a meccs, ebből semmi nem látszott. Közömbben se futballoztak a srácok, persze mindenki kezdő akar lenni, de hát ahhoz azért egy jobb teljesítményt kell nyújtani, jobban futballozott ma a felcsút. Regionális híreink következnek. A fekete foglalkoztatás megakadályozása a cél, építkezéseken ellenőriz az adóhatóság. Képzésekkel orvosolják a problémát, munkaerőhiány sújtja a borágazatot is. Busók vendégeskedtek egy pécsi óvodában, a farsangi népszokásokkal ismerkedtek meg a gyerekek.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal baranyai munkatársai az elmúlt időszakban 6 nagy ingatlan beruházást ellenőriztek a megyében, amelyeknél a dolgozók közel 20%-át foglalkoztatták feketén. Ezek az ellenőrzések kiemelten fontosak, hiszen a fekete foglalkoztatás jelentősen megrövidíti a költségvetési bevételeket és sérti a munkavállalók érdekeit is, mondta a NAV szóvivője. Az egyik kirívó esetben a vállalkozó a 8 dolgozójából 7-et bejelentés nélkül foglalkoztatott. Az ismételt ellenőrzéskor már javult az arány, de a 41 dolgozóból 12 még mindig nem volt bejelentve. A mulasztó vállalkozások jelentős összegű bírságra számíthatnak, valamint a munkaviszonyhoz kapcsolódó közterheket is meg kell fizetniük. A hivatal rendszeresen ellenőrzi az építkezéseket, akár önálló akció keretében, akár pedig társhatóságokkal együtt. Az építkezésen dolgozóknak személyes érdeke az, hogy a foglalkoztató szabályosan alkalmazza őket. Az ügyfélkapunk keresztül lekérhetők ezek az adatok, tehát a dolgozó tudja ellenőrizni a munkáltatóját, illetve a hivatal honlapján elérhető adó Trafipaxban hetente frissülő tájékoztatásban hívjuk fel az adózók figyelmét arra, hogy a megyében hol és kik számíthatnak ellenőrzésre. Komoly gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya a borászatokban, nem csak a kétkezi dolgozókból van kevés, hanem a modern technológiához értő szakemberekből is. A hegyközségek nemzeti tanácsa ezért egy online felméréssel térképezi fel a problémát, így keresve a megoldást. A balatonboglári borvidék már tett előrelépést az ügyben, hiszen egy évtized után újraindították a szőlészborászképzést, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A palackozást tanulják a fiatalok a balatonboglári Matthias János szakképzőiskola szőlészborász szakán. A diákok azt mondják, a gyakorlati feladatokat szeretik a legjobban. Sokféle dologról tanulunk, ugye külön a borászatról és külön a szőlészetről, és ezeket nagyon jól tudom majd később hasznosítani akár más, vagy a saját borászatomnál. Az egész országra jellemző, hogy kevés a megfelelő szakember a borászati ágazatban, éppen ezért 2017-ben újraélesztették a szőlészborász képzést a Balatonnál. Az érdeklődés a szak iránt évről évre nagyobb. Ennél a Balatonlellei borászatnál és a budafoki üzemben évente mintegy 600 ezer üveg bort palackoznak. Jelenleg 40 állandó dolgozót foglalkoztatnak egész évben. A szakképzett munkaerőre itt is nagy szükség van. Ahhoz, hogy a termékeink a magyar, illetve a nemzetközi piacon megállják a helyüket, folyamatosan fejlesztünk, ez technológiai fejlesztés jelent, új erjesztő rendszer dolgoztunk ki, új tartályokat tettünk be a borászatba, új hűtőrendszeren dolgoztunk, de hát ez komoly anyagi befektetés jelent, komoly anyagi beruházást igényel a cégtől. Baranyai Péter főborász azt mondja, a folyamatos fejlesztések miatt is fontos, hogy szakképzett munkaerő irányítsa a gépeket. Az ültetvényeken dolgozó szőlőmunkások megfelelő szakképzéssel rendelkezzenek, vagy akár a pincében dolgozó, vagy a palackozóban dolgozó szakemberek is megfelelő szakképzettséggel rendelkezzenek. De ezt ki lehet egészíteni azzal, hogy laboratóriumban működő munkát is szakembernek kell végeznie, és hát az értékesítésben, marketingben is feltétlen szakemberre van szükség. A hegyközségek nemzeti tanácsa a probléma megoldására egy online felmérést dolgozott ki. A legnagyobb gondot az ágazat ciklikussága okozza, hiszen sok borászatban a munka idényfüggő. 150 számítógéppel és laptoppal gazdagodnak a Siófoki Szakképzési Centrum intézményeiben tanuló diákok. A 63 millió forintos uniós forrásból megvalósuló beruházás segíti a digitális felzárkózást. Az eszközöket már birtokba is vehették a Siófoki Krúdi Gyula szakgimnáziumban tanulók. 20 darab asztali gépet és 6 laptopot vehettek birtokba a Siófoki Krúdi Gyula szakgimnázium és szakközépiskola diákjai. A fiatalok nagyon örültek új eszközeiknek. Sokkal könnyebb lesz így mind a tanórákra, mind a külön gyűjtőmunkák, akár szakmai órákra is sokkal egyszerűbb lesz így új gépekkel, mert ezek gyorsabbak is. A tagintézmény vezetője szerint a mindennapi tanulásba is könnyebb bevonni a fiatalokat a modern infokommunikációs eszközökkel. A mai modern világunkhoz már hozzátartoznak ezek az infokommunikációs eszközök használata, és enélkül akár a tanulástenén, akár a magánéletben is mindenképpen szükségesek ezek az információk. A Siófoki Szakképzési Centrum épületében ma összesen 120 asztali gép és 30 darab laptop érkezett.
A 63 millió forintos fejlesztésből a centrum minden intézményébe jut. A mostani projekt azonban csak egy része egy nagyobb pályázatnak. Ez egy része annak az 550 milliós GINOP-os 623 pályázatnak, ami elsősorban a lemorzsolódás csökkentését szolgálná. Azért mondom, hogy csak az eleje a kezdet az eszközbeszerzésnek, mert lesz, erre nagyon büszkék vagyunk, digitális közösségi alkotó műhelyünk, ami egyébként normál esetben mindegyik centrumnál csak egy van centrumonként, nálunk öt lesz. A napokban a többi tagintézmény Marcali, Fonyód, Balatonboglár és még egy siófoki középiskola is átveheti az új eszközöket. Évezredekkel repít vissza az időben a pécsi Janus Pannonius Múzeum természettörténeti osztályának kiállítása. A március 1-én megnyíló tárlaton nem csak a Riemer László által feltárt pécsi mamut összes maradványa, hanem a kortárs állatok ősmaradványai is megtekinthetők lesznek, valamint a jégkorszaki ember életéből is ízelítőt kapnak majd a látogatók. Készül a kiállítás háttere a Pécsi Természettudományi Múzeumban. A jégkorszaki emberek és a velük élő állatvilág kerül bemutatásra. A legérdekesebb látnivalót a pécsi mamut megmaradt csontjai szolgáltatják majd. Ez az első alkalom, hogy 1928-ban feltárt pécsi mamutnak a leleteiből a ma feltalálható maradványokat egyben bemutatjuk. Támogatott a pályázatból támogatott a kiállítás, így valamennyi részét tudtuk is rekonstruálni, a két, a jobb agyart és a bal agyarnak a megmaradó részeit viszonylag összép tudtuk rakni, úgyhogy most egy olyan 1,6-1,8 méteres darabokat raktunk össze a 30-40 cm-es darabokból. Az István akna melletti homokbányából került elő a mamut csontváza 1928-ban. Akkor a teljes csontváz 75%-át találták meg. Azonban 91 év alatt több csont elveszett, eltört, így ma az eredeti lelet fele állítható ki. Hosszabb távon az lenne, hogy a széttört darabokat konzerváljuk, illetve tudjunk a csontváz rajz alapján egy másolatot készíteni, műgyantából akár, vagy gipszből, és egy eredeti életnagyságú mamutot kiállítani egy jövendőbeli természettudományi állandó kiállításban. A pécsi mamut maradványait március 1-től láthatja a közönség. Az időszaki kiállítás eredetileg május 30-áig várja a látogatókat, de ha nagy az érdeklődés, akkor meghosszabbítják a nyitvatartást a Pécsi Természettudományi Múzeumban. Busók és sokac népviseletbe öltözött lányok, asszonyok vendégeskedtek a Pécskertvárosi Óvoda Bimbó utcai tagintézményében. Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a néphagyományok ápolására és megismertetésére. Az intézménynek egy saját kis busója is van, aki minden évben részt vesz a mohácsi télűző ünnepen. Farsangi népszokások, dalok, mondókák és táncok, mind-mind busók és sokaclányok előadásában. A pécsi óvodások már nagyon várták a népviseletbe öltözött maszkos vendégeket. Mindenki a saját szabad idejébe elmegy és bemutatja a mi mohácsi hagyományunkat, mindez honnan indult, mi lett belőle, fiúkat, lányokat, öltözéket, szokásokat, ahogy a kisgyerekek ezt úgy meg is tudják érteni. És nagyon jól szokott sikerülni, többféle iskolákba, óvodákba, szociális otthonokba, Budapestre, tehát több helyre járunk így minden évben, és nagy örömmel megyünk. A 18. századig visszanyúló sokac farsangi hagyomány szerint a maszkok azért olyan félelmetesek, hogy elijesszék a telet. A busójelmezt régebben csak férfiak viselhették, ma már gyerekek és asszonyok is beöltöznek. De hogy mitől lesz valakiből jó busó? Nem szabad levenni az állarcot. Vagy alatta kell lennie egy simaszknak, vagy bárminek, hogy ne látszódjon, vagy kormosnak kell lennie, vagy bármi. Mindennek meg kell lennie, kürtől kezdve a kolompig, minden. A busók többsége csoportokba tömörül, de minden évben vannak, akik egyedül csatlakoznak a felvonulókhoz. Az utóbbi években több mint 1000-en öltöznek be a mohácsi télűző ünnepen. A Dunai Átkelés busócsapatnak 80 tagja van most, de 1500 busó és 1000 sokáclány fog beöltözni vasárnap erre a programra. Mindenkinek a saját ruhája van, a lányoknak is és a busoknak is, ők ápolják és vigyáznak rá otthon egész évben, hogy utána 6 napig viselhessék. A kertvárosi óvoda a Bimbó utcai tagintézményében fontos a néphagyományok ápolása és megismertetése. Az intézménynek egy saját kis busója is van, aki most is elhozta jelmezét. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat röviden.
Nyomra vezetői díj 300 ezer forintot fizet a rendőrség annak, aki segít megtalálni a cserben hagyó sofőrt. Mindenük elégett, két gyermeket nevelő rokkant pár lett földön futó egy háztűz miatt. Avatás, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal is megújult Mőcsényben. Internetes zaklatás nagyobb hatása van, mint a bántalmazás más formájának. Csütörtökön kifejezetten enyhe, igazi tavaszi időben lesz részünk, derült ég, zavartalan napsütés határozza meg az időjárást, csapadék nem várható, éjszaka megnövekszik a fátyol felhőzet, enyhe lesz a hajnal. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!